Oda néz, jó reggel. Jaj, már egyből találkozunk egy cicával is. Mi a helyzet? Halihó, halihó. Hát a cica. Na vajon barátságos, hogy elszökik? Jó reggelt. Kikerült minket. Már estén. Hogy vagytok? Tegnap voltam állásinterjún, na mesélj, hogy alakult, milyen jellegű, ha csak nem valami kormánytitok, vagy személyes. Ha minden oké, ma aláírom a szerződést és hétfőtől meló. Ennyi. Gratulálok. Sok szerencsét hozzá. Siemens leányvállalata, az igen. Az igen. Na, hát nézz oda. Akkor minden. Minden jót kívánok ezzel kapcsolatban, hajrá, hajrá! Nem tudok most tapsolós hangot beadni, de... Megtapsoltalak. Jó reggelt! Jó reggelt! Drága Lilium szál! Fú, ez mondja, hogy... Ilyen arany anyacsavarokat kell préseljek fémlapokba. Kicsit unt lesz, de jól fizet. Az általában helyi szokott lenni. De legalább ipari környezet. Azt annyi. Na. A lényeg, hogy van. Igen, a gyári meló az néha unalmas tud lenni, de azért elég jól fizet. Pillanat, elmegyünk innen. Na, a mai sétánk az könnyed lesz, feltehetően rövidebb, mint szokott lenni, ugyanis három lehetséges, nem, egy, tehát ugye tegnap elmaradt a stream, ha valaki nem tudja, a következők történhettek és történtek, ami biztos, hogy egy húzamban az a múltkori utca lesétálás, viccasétálás, az sok volt. Ez ilyen szörnyű, de igaz történet. Plusz vagy megsütött a nap közben, vagy ugye beüzemeltük a ventilátort, hogy ne legyen nem pusztatosan dögletes meleg a szobában, és megfújta a fejemet, úgyhogy tegnap nagyon szarul voltam. Ez bármitől is lehetett. Jó reggelt a Satucsinak. Azt mondja... Inkább unatkozom, mint a műhelybe tönkre tegyem magam fizikailag. Hát, nem tudom. Így felnőttebb fejjel, meg hogyha úgy lennék, én bevállalnám a műhelyet is, mert nem tudom, nekem már izgalmas. Meg most már nekem izgalmas lenne megtanulni például bánni a szerszámokkal, hogy nem tudom, hogyha az embernek van mindenből otthon egy olyan kicsike, nem ipari méretű, csak kicsi. Jó, az is több százezer forinttal, azt is lassan harácsolja össze. De hogy mondjuk le tudjak gyártani magamnak egy ezt meg azt. Ne kelljen, nem tudom, feltétlenül boltba menni, vagy ilyenek. Szóval én már így izgalmas érzés lenne beszabadulni egy műhelybe. És így használni, megtanulni a gépeket, felhasználni valahogy a kreativitáshoz. Mondjuk jó, persze az meg már nem munka, szóval vágom. Na de akkor viszont, akkor hadd kérdezzem meg, ez egy jó téma. Kinek mi lenne az a meló, amire azt merné, vagy azt tudnám mondani, hogy az igen. Most ne nézzük a fizetést, mert azt ugye nem biztos, nem lehet belőni. De mi az a munkakör, mi az a tevékenység, amire... Azt mondod, hogy na ez igen, ebben semmi kivetni való nincs, ebben nincs hiba. Ez a fajta munka, ez a fajta akármi, ez jöhet. Nem az a, nem befolyásoló tényező, hogy faszkalap a főnököd, vagy hülyék a kollégák, vagy szar a pénz, vagy akármi, csak a tevékenység. Tessék, a Bolyhos írja is, fákat ültetni. Na tessék, kreatív és olcsóbb. És még szórakoztató is. Ugye? Én szerintem is az lenne.
Azt mondja, Tyson the Streamer 9910. Jó reggelt, Vietnám! Én futárkodni megyek, 8-kor kezdek fudóra. Az igen. Mi a szlogenjük, hogy mert kellemes, vagy mert finom, vagy nem tudom. Na hajrá! Kitartás hozzá, és könnyű utakat kívánok a mai napra, meg az összes többire is. Erdész asztalos saját műhelyek. Hú, igen. Ezek tényleg így, mint ez nagyon jó lenne, hogy az a munka, hogy kimész, hogy ilyen erdőkerülő, meg nem tudom. Én a mi az farkasgomb, vagy szarvasgomba kereső ember lennék szívesen. Mert jól esik, köszönöm. Igen, elnézést. Még nem szoktam meg, mert jól esik. Így van. Irodai munka, apapap. Azt hiszem, hogy lehet, hogy a gimbal az most nem fog kedvelni minket a mai nap, de nem baj, nem adjuk föl. Aztán irodai munka, ami kreatív, és van valami haszna is. Pillanat, elnézést. Talán, aha, most lesz a jó. Azért nyeklik meg, mert nem volt rendesen kiegyensúlyozva, és nem bírta a motorja tartani. Na, most már viszont elvileg jó. Szóval irodai munka, ami kreatív, és valamilyen haszna is. Ó, igen, azért itt már több rétegű az elvárás. Aztán fejlesztés, robotika, vagy bármi hasonló, az emberek használni kell az agyát, és kreatívan kell használni. Na, nézd meg. Ezekkel nem tudok vitába szállni. Ezek pontosan... Igen, ezekhez tartozó tudást és szívesen elsajátítanám. Például ugye én nem riadnék vissza tőle, hogyha valami hasonló munkára azt mondják, hogy jó, rendben van, látjuk benned a fantáziát, be is iskolázunk. Nyugodtan végezzel az iskolát, nyilván vannak feltételek, akár szigorúak is, de hogy még az iskolapadba visszamenést is bevállalnám egy ilyenért. Jaj, te jó Isten, ilyen kutyát szeretnék. Ilyen meghatározhatatlan. Na de várjál, most nem arról volt szó, hogy meg kell magyarázni, az irodai munka hosszú távon nem kreatív, hanem ő ilyen munkát szeretne. Itt nem voltak feltételek. Amúgy meg, ha már itt tartunk, én, aki végeztem kreatív munkát, az is tud kurva unalmas lenni egy idő után. Témától függetlenül. Tehát amikor sorozatban kell 50 képet megszerkeszteni, vagy egy nem tudom bármit, akkor az a legkevésbé sem szórakoztató. Hanem hogyha futószalagon gyártod őket, akkor a 15.-20. után már kurva unalmas inkább. Folyamatos fejlődés, mint követelmény, de várjál, de biztosítják is neked a fejlődést. Nem az a zavar, hogy ennyire itt van. A nyakamba, várjál, megállok inkább. Szia, jó reggelt! Na. Most egy kicsit lassabban mentünk, most 9 perc alatt értünk ide, máskor 6 perc alatt szoktunk. Halihó, jó reggelt! Erre gondolod, aha. Sok miért tart ennyi ideig? Na, Kacu szempályhoz is ugyanaz a kérdés, csak hogy többiek is tudják, mi lenne az a munka, ami munkakörülménytől és fizetéstől függetlenül azt mondod, hogy sose panaszkodnál rá. Hát, bazdmeg. Azt mondja, erre gondolod, na ott bukik el, ne várjon senki semmit. Ezt nem értem. Ezt nem értem. Most elméleti dolgokról beszélgetünk. Most arról beszéltünk, hogy kinek mi jár a fejében. Ha a joke-nak az jár a fejében, hogy egy olyan munkát kedvelne, ahol elvárják tőled a fejlődést, de biztosítják is hozzá a lehetőséget, akkor ő ilyet talált ki magának. És igenis, miért ne lehetnének elvárások? Neked is van elvárásod a munkád fele. Mondjuk alapjáraton az, hogy megéljél belőle, és ne meglopjanak az idődért, meg az erőfeszítéseidért. Tehát nincs olyan, hogy ne elvárásokkal indulnál. Női röplabda csapat masször. Ezzel se tudok vitába szállni. Ez sajnos, igen.
ez ennyi, ez a kazuszempány nyert egyelőre. Szóval egyszer volt egy olyan, hogy itt beszéltünk arról, hogy ki hova utaznál, és valaki megjelent a cseten, hogy a mai körülmények között inkább örüljön, ha valaki meg tud élni, ne azon gondolkozz, hogy hova utazgatnak, minden, és így bazdnek, azon arról álmodozok, amiről akarok, az ingyen van, nem? Amúgy meg elvárások nélküli dolog egyáltalán nincs a világban, nincs olyan, ami működne elvárások nélkül. Úgyhogy ezzel viszont vitába száll. De egyébként az nem is értem, hogy hogy működhet úgy a világ ilyen spirituális szinten, hogy legritkábban adatik meg az embernek, hogy tényleg olyat dolgozzon, amit szívvel, lélekkel és nem kompromisszumokkal tud végezni, hanem hogy ez van, ezt akartam mindig is csinálni, meg is csinálom és szeretem is. Így, vár sportolónőket, akkor mondjuk így foglaljuk össze egy izébe. Teniszező, röplabdázó, Orkoly, te így is szigeten élsz, ne akar sehova menni. Én csak szigeten vagyok hajlandó lakni. Ugye vagy csak Csepelen lakom, vagy Angliában. Most már gondolkoztam, hogy Hawaii-ra kéne menni, vagy mondjuk Japánban nem élnék. De oda látogatóban mennék, de élni nem élnék ott. Azért, mert általában a megélhetés nézik az emberek, és sajnos sok álommelóból nem lehet megélni. Hát igen, egy csomó olyan tevékenység, amit szívesen csinálnál, az vagy non-profit, meg karitatív jellegű, ugye, vagy nem akarják megfizetni. Na várjátok, még kicsit igazítok a gimbalon, mert... Azt hiszem, így lesz a jó. Na de hát sajnos a legelső az életben maradás, és mivel ugye most ilyen nagyon mély gondolatok lesznek, de ugye mivel továbbfejlődött az emberiség, ezért nem az a lényeg, hogy kivadásszal le hamarabb a mamutot, hanem kikerül be hamarabb a mamut céghez. Én egyszer elmennék sarki fényt nézni. Az mondjuk igen. Én abban a városban mennék el, ha már északi sark környékén járunk, ahol soha nem nyugszik le a nap, vagy csak nagyon, ugye nagyon ritkán. Néztem róla videókat, annyira izgalmas. Na most az a baj, nem tudom, hogy melyik része az, amelyik még erők. Érzem, hogy rezeg a gimbal, hogy vagy a felső motorja, vagy az oldalsó. Ott a Foxconn. Jó reggelt, Foxconn 666. Jó reggelt, jó reggelt! Szóval ma nem lesz olyan hosszú a séta, vagy nem lesz olyan izgalmas, mert a múltkori az, ahogyan találóan fogalmaztam, csoki és virág nélkül, egy ital nélkül megbaszott. És hát na. Én, ha lehetne, űrbe mennék felfedezni. Az Enterprise csillaghajóra is elmennél oda, hova ember még nem merészkedett? Azt mondjuk nem hülyeség. Azt én is csinálnám egy pillanat alatt. Nem kéne kétszer kérni. Hello, Kattus Noró. Olyan nincs, Orko. Olyan van, hogy fél évig nincs éjszaka, majd fél évig nincs nagyon nappal. Na az akkor az. Aha, jó, bocsánat, még mindig állítgatok ezen a szaron. Jó, akkor teljesen jó. Nagyjából ez az. Igen, most azt hiszem már nem nyekereg a motor. Orka, akkor tovább is mennél. Elmennél oda, ahova ember még nem merészkedett, meg még kettővel tovább. Tökre megértem. Ezt teljesen megértem.
Mondom, nekem se kéne kétszer szólni, hogyha azt mondanák, hogy Orkó, maga teljesen véletlenül ki lett választva erre a küldetésre, mint civil. A legcivilebb civil a civilek közül is. Mondja, van magában elég bátorság ahhoz, hogy felszálljon velünk a csillagok közé? De hát várjon, még alá sem írta a papírok, és már rohannék. És megtalálnám a karrieremet én is a csillagflottánál. Úgyhogy, ja. Egyébként én például, ami nekem tetszene, az például ilyen rövid történet, tehát ilyen az sorozatokhoz egy-egy epizód történet megírása, az milyen király lenne. Az ilyen lesz tetszene, megállunk egy kicsit. Előző témára még egy gondolat. Igazából nem tudom, mi szeretlek lenni, mit szeretnék dolgozni szívesen. Na ja, hát ilyen is van, ez is. Meg hát igazából most, hogyha fölteszel egy ilyen kérdést, akkor először az eszedben az összes olyan álommeló, ami nem tudom, a legendák szerint sokat fizet, a legendák szerint könnyen ragad utána a csöcs, meg a punci, meg a milliók, meg nem kell csinálni semmit, és gyorsan sok pénzt szerzel kevés munkával, meg ilyenek, és akkor azt mondod, hogy akkor utazgatnál, meg mit tudom én. De aztán az a valószínűleg ezek egy idő után ezek, amik unalmasak. De persze ugye arról volt szó, hogy most ne sorakoztassunk föl ellenérveket, hanem fogadjuk, hogy ki miről álmodozik. De amúgy, ja. A faszomat. Na nem is lehet konkrétumokat mondani. Lehet, hogy ha összeszeded az összes paraméterét annak, hogy milyen munkát végeznél, akkor kijön egy olyan meló, ami nem is létezik egyelőre, vagy ez nem tekinthető munkának. Viszont, hogyha létezne, tudom már, merre megyünk. Erre. Viszont, hogyha létezne, akkor meg boldogan elvállalnád. Össze lehet szedni paraméterek alapján is, hogy mondjuk egy műszakos legyen, ne három műszakos, vagy csak éjszakai műszakos legyen, például, vagy csak nappalos. Akkor 8 órás, vagy belefér a 10-12 óra is, de akkor mondjuk folyamatos munkarendben, meg ilyenek. Szóval ezek nagyon fontos dolgok. Noncsi 0-0. Hirtelen azt hittem, hogy egy nagyon élethű játékot az asztalom. Ez a GTA Chapel. Egy FPS játék. IRL game, így van. Kicsit még bugos. Most az a küldetés, hogy járjunk olyan helyen, ahol nincsenek NPC-k, de ez reggel csúcsidőben nehéz. Köszönöm szépen. Ma csak egy ilyen könnyedet tolunk, mert a múltkor túlzásba vittem. Mondhatnánk úgy is, hogy eléggé messzire mentem. Meg is őrülök, ha az ott egy összecsukott kempingszék. Nem, konyhai tálcák. Na jó van, megörültem. Mert mondom, a kempingszék, és most nem tudom lefényképezni, akkor idegbajt kapok egyből. Jó, nem volt szék. Menjünk el erre, 1000 éve nem jártam. Szóval például nálam általában akkor ott bukott el a melókeresés, mert nekem is voltak elvárásaim azzal a kapcsolatban, ahova jelentkeztem. Csak az a baj, hogy képzeljétek el, hogy nem anyagi elvárásaim voltak, hanem időbeosztási elvárásaim voltak. És nem tudom, melyik a rosszabb, hogyha több százezres fizetést kérsz, jelölsz meg fizetési megjelölésnek, vagy azt szeretnéd, hogy mondjuk ne kelljen váltott műszakban dolgoznod.
Na várjál, Szanya, szurkoljatok ma nekem is, 12-től egy hatalmas vizsgám lesz, ám még a végén csábítana, hogy ülj bele. Hát igen, és ezt azért nem szabad, azért megpróbálunk izébe maradni edzésben. De hát hajrá, Noncsi 0-0, görbülni fog, bejutsz, átjutsz, megjutsz, böljutsz, hozzájutsz, és a többi. Hajrá, hajrá! Majd akkor az eredményekről mindenki értesítjen. Bolyhos is jelentse az eredményt, hogy aláírta a szerződéseket. Noncsi 0-0 is írja be, majd legyen szés Discordra vagy valami, hogy legalább annyit, hogy sikerült. Meg ilyenek. Hogy amúgy sétálgatsz, saját cél? Azért, mert 3-4 évvel ezelőtt lett egy betegségem, ami nem múlik, viszont leroncsolt, meg rüszmeteggé tett. És közben introvertált is vagyok, meg mentális akármit is okozott ez, hogy így lerobbantam, meg ilyenek, és akkor most jutottam el odáig, hogy akkor erősödjünk föl, meg ilyenek. Úgyhogy ez ilyen fölerősítő egészségügyi, és amúgy is még egy ok arra, hogy streameljek jellegű sétálás. Beépítettem a műsorba az IRL live-ot, közben szórakoztatjuk egymást reggel, nem úgy, tudom, hogy úgy jobb lenne, de mindegy. Szóval összegyűlünk, szórakoztatjuk egymást így reggel, én sétálok valamennyit, feszegetem a határokat, megpróbálok fogyni és erősödni. Például tegnap előtt egy igen nagy sétát tettem reggel, és az megbaszott, úgyhogy tegnap teljesen ki voltam ütve, úgyhogy ott túllőttem a saját határaimon. Az az igazság. Rendben, megírom majd, nagyon jó. Bolyhos, amúgy indulok, útközben még hallgatlak. Írok DC-n, amint tudok valamit. Hajrá! Hajrá! De úgy. Ha jó, akkor úgy is. Igazából én semmi jónak nem vagyok az elrontója. Ha kattusonó azt mondja, hogy úgy, akkor úgy. Úgyhogy így végül is tulajdonképpen válaszolhattam volna egy szóval, hogy igen, saját cég. Exterminate! Azt mondja Noncsi, hogy sajnálom, hogy így történt. Remélem, sokat segít majd nekem. Inzulin rezisztencia miatt kell naponta sétálni, de nincs korlátlan netem, így én egyedül sétálgatok. Szeretem, de néha jól esne nekem is ilyen live. Azt hiszem, nekem is csak 5 giga netem van. Igazából nem tudom, hogy milyen csomagom van, megmondom. Az őszintét Móni, úgyhogy megyek, amíg engedi. De lehet, hogy azóta fölfejlődött izére, fölfejlődött végtelenre. Azt mondja, várjál, valaki following, follow, köszönöm szépen a followt, 100 000-es. Igen, is értettem. Uram, köszönöm a bekövetést, uram! Egy picit ráhúztál egy nap, nem baj, az a lényeg, hogy nem hagyod rá. Nem, nem, semmiképpen sem. Szia, halihó, jó reggelt, üdv, hello, szia. Nem hagyom rá, de sajnos az a baj, hogy néha van olyan, hogy estére annyira kimerülök, hogy mint tegnap. De ritkán fordul elő, meg igyekszem erőt venni magamon, de tegnap az gatya volt nagyon. Amúgy hát, ja, hát én is a gyógyszerszedés meg minden kapcsán előjött nálam a kettes típusú cukorbetegség, úgyhogy hát inzulin rezisztanciám az nincsen, de igazából diétáznom, és hát mondtam, hogy most csinálom is, fogynom kéne, hogy ne kelljen gyógyszert szedjek. Úgyhogy ja. Úgyhogy így én sem örülök neki minden aspektusában ennek a dolognak, hogy így alakult. Viszont legalább elkezdhettem a streamelést. Wow! És mennyivel szegényebb lenne mindenkinek a napja, ha nem lopnám itt reggelente, ugye? Ezért is hatalmas respekt, kitartás. Hát igyekszem. Igyekszem kitartani. És ígérem, hogy amint kockás hasú leszek, elárasztom mind az internetet kockás hasú képekkel. Mármint amin én szereplek magamtól, szóval nem úgy, hogy másról most is kitehetnék kockás hasú képeket, nem?
Miért várjak arra, hogy én lefogyjak? A vércsiga reggelt. Oly. Mi a helyzet? Nekem azért kéne fogyni. Azt mondja, hogy talán csökkenteni lehessen a gyógyszer mennyisége. Na ja, igen, én is azért vagyok benne, hogy ne kelljen szedni egyáltalán. Várja, Szkire megosztott egy videót. Azt mondja. Ez a világ melyik része? Ez még a kezdő pozíció. Ugye most egyre jobban fedezzük fel a térképet. Úgyhogy egyelőre ez még csak a kezdő falu körüli kisebb terület. Aztán majd megyünk ki külletésezni. Csak még nem vagyok elég magas szintű, hogy ilyen gamerizével mondjak. Várjál. Igen, reggelt, igen. Én a másik oldalon vagyok. Miért? Neked már kéne cukorbetegség kéne? Hogy a másik oldalon? Azt mondja, nem sajnálat, mert a sajnálat az emberi gyengeség mások általi kifejezése, de szegény orkó, az ág is húzza, mindig a jó emberekkel történik a gebasz. A Joke azért nem sajnál engem, mert ő egy érzelem nélkül jövőbeli robot. Egy idegen faj, aki csak megfigyel, és nem táplál érzelmeket. Nekem hízni kéne. Na, igen, pont a minap beszéltünk arról, hogy valakinek meg az kéne. Hát igen, sajnos ez ilyen. Diéta, testmozgás, hogy ne legyen rosszabb, vagy javuljon. Nálam az a cél, hogy cukorbeteggé ne alakuljon át. Szerencsére ma ezekkel a gyógyszerekkel, meg kezelésekkel félelem nélkül lehet teljes életet élni. Na. Igen, én még gyógyszert azt nem kaptam. Illetve az a gyógyszer, amit kaptam az alapbetegségemre, az miatt alakult ki a cukorbetegség. Szóval ez egy bajt elmulasztott és hozott három másikat. Már kitoljott, hogy szia, egy héti hideg élelmet hoztál. Igen, igen, akartam mondani, hogy ez a Forestnak egy DLC-je. Ott voltunk, csak most nem mentünk be az erdőbe. Jó reggel, Satucsi azt, hogy javultam-e? Igen, valamennyi, igen. 46 kiló vagyok, 40 évesen. Hát az már tényleg... Jó, én nem mondok semmit. Én 110 kiló vagyok, 40 évesen. Nyomjunk egy fúziót, mint a Dragon Ballban. Az pont akkor jó lenne. Adjunk egy-két kilót. Igen, mindenki dobjon be egy-két kilót, én bedobok 10-et. Lássátok, milyen mekkora adakozó streamer vagyok. Én bedobok 10 kilót magamról. Mit szóltok hozzá? És nem tudok hízni. Igen, hát okozhat az is problémát, ezt vágom. Ezt vágom most az esztétikai dolgokat félretéve, hogy a manapság ugye a vékony emberek azok, akik elvileg esztétikailag jobban megfelelnek a közízlésnek. Ha azt félretesszük, nyilván az, tehát a nagyon túlzottan alacsony súly sem jó. És nem tudom hízni. Igen, én 45 évesen 130 kiló. Na, akkor 100 ezeredes adja a többit. Azt mondom. Mi a magasságot hozzá? 165. Na. Szia, Joke, jobbulást, köszönjük. Mindenkinek jobbulást, így van. Mindenkinek jobbulást. Bocsánat, muszáj kicsit megállnom, mert nem akarom volna nagyon. Az a hát, egy 6-7 kiló hiányzik rólad, az tény, de sokszor van ilyen, genetika is, de hát, ha sikerül híznod, akkor picit. De ha mondjuk nem okoz feltétlenül semmilyen, vagy úgy egyáltalán súlyos, vagy bármilyen egészségügyi dolgot, akkor annyira az nem para. Az, hogy te hogy érzed jól magad, az megint egy más kérdés, ugye? Hogyha hízni szeretnél és nem tudsz, akkor az meg tudja borítani a jó kedvet. Az, hogy én 20-at is beleadok, kb. Annyi a felesleg. Mondom, én szívesen vagyok 100 kg, akár 110 is, csak izmos légy, ne dagadt. Az, hogy a Joke nem ér az egész felesleget odaadni. Ja, basszus, hagyjál már másnak is. Pajzsmir, így rendben van-e? Márkitól nyugi, majd megtalálunk valahol szőrösen magzott pozban, és már indul a mentőcsapat. Így van. Mondjuk hozzá nekem 196 centi. Az már durva. De no para, a csajok szeretik. Hát akkor kell más? Kell ennél több? Kell ennél több? Azért mondom, hogy az egészségügyi
egészségügyi vonal után ott van benne az is, hogy esztétikailag meg közérzetileg hogy érzi magát az ember. Jó, magas vagy 100 000, és azért ahhoz amúgy is egy 90-100 kilóval simán normális, míg más 70 kilóval is duci. Nekem az volt a durva, hogy egyszer lefogytam, azt hiszem 85 kilóra, már nagyon régen volt, de basszus, kilógott a medence csontom meg minden, pedig 85 kiló az kurvára nem kevés. Az nagyon is sok. De én olyan vékony voltam, hogy rendesen kilógott a medence csontom, meg mondtam, nem tartott sokáig. Ugye azon felbúzolva, hogy milyen jó vékony lettem, elkezdtem zabálni, azt azóta nincs visszaút. Aztán még jött ez a szar is. Azt mondja, az átlag azt mondja, hogy 170 centi, 100 kilóra túlsúlyos vagyok. Nem tudom, hogy orvosilag mi, hogy mi a... Én azt tudom, hogy elvileg, hogyha mondjuk én egy 90 kilóra lefogynék, az már jó lenne. Szuper már jó lenne. Jó van, megvárjuk, amíg az autók elmennek, legalább pihennek. Igen, sajnál a 20-as le kell dobnom gyorsan. Ízületek derék kezdi érezni. Hát igen. Akkor a vastag a csontozatot, ezért lett ilyen. Így van. Egy kurva nagy csont van a seggemben. Szóval nagyon érdekes basszus, hogy 80-85 kilós, azt hiszem 85 voltam. Biztos, hogy nem voltam kevesebb. Nagyon, nagyon vékonynak tűntem. Fura egy testalkatom van. Orko, mennyi fémet kérsz? Van pár. Ja, jöhet az összes. Vigyük be együtt, és osztozunk a pénzen. Beadjuk. Én egyébként a Foxconn helyében nem adnám el az exoskeletonomat, ne viccelj már. Inkább föl kéne tuningolni, rakni rá ledeket. Figyelj, kitaláltam neked, hogy lehetne hozzárakni néhány ilyen felesleges kiegészítőt, és akkor kijössz te is az Animekonra, és azt mondod, hogy egy katonai exoskeletonban mászkálsz. Na? Simán vagy, rakunk rá matricákat, meg minden, és akkor nem lesz azzal a baj. Várjál. Pillanat. Igen. Buda vezér is bekövetett. Nézze meg az ember. Nagyon szépen köszönöm. Bocsánat, hogy csak így lassan veszem észre. Csak közben próbálom nem elüttetni magamat az úton. Mik ezek a csövek? Szerintem oda volt kifeszítve közé, vagy kirakva közé lánc, csak már valaki elvitte a láncokat. Eszter lánc. Azt mondanám. Tök veszélyes. Hát, figyelj, minek ment oda, ugye? Minek ment oda a veszélyes? Foxconn az nevet, nagyon helyes, Noncs azt mondja, én 158 centés vagyok és 51 kiló, szóval szerencsére a súlyommal nincs baj, de nagyon el vannak punyadva az izmaim, úgyhogy ugyanúgy van pocak, de nem baj, majd vizsgálják után erősödök. Pillanat. Az az érzésem, hogy mások is próbálnak a főúton attól távol futni, meg érvényesülni, ezért kurva sokan vagyunk, ottól levő, nem kéne lenni senkinek. Szóval azt mondja, a párom 180 centi, 120 kiló, de ő is hiába a 80-90 kiló, normális, neki kell a 100, hogy ne lógjon ki a csontja. Ez, ugye milyen fura ez? Akkora csuklója van, mint nekem a combcsontom, azaz ennyi. Hát valaki tényleg ilyen nagy csontozatú. Ne csináljunk már Foxiból karácsonyfát. Jó van, majd én tudom, hogy mit csinálok a Foxiból, jó? A Joke ne csináljon a Foxiból karácsonyfát, én meg majd tudom, oké? Okay? Köszönöm szépen, hogy upgrade-elem fel a Foxconnak az exoskeletonját. Azt köszönöm szépen a Joke-nak. Egyelőre nem dolgozik a robotikában, úgyhogy majd én tudom. Én anno 69 kilónál olyan voltam, hogy nem voltam képes ülve maradni. Akkor kiállt a medence csontom, és a bordáim is végig látszottak. Hát igen, semmelyiket sem szabad túlzásba vinni. Az a baj, nekem el kéne járnom edzeni. De az a baj, nem úgy csak úgy, hogy fogom azt elemelgetem a súlyokat, mert hogy majd izé leszek izmos, hanem
kicsit ellenőrzöttebb körülmények között, és egyelőre az nem adatott meg. Azt mondja, várjál, azt mondja, igen. Map mely városrész, hol jössz, mész? Csepel. Én déli vagyok Pécsről. Na tessék, én csepeli vagyok Csepelről. Dél-Budapest. Oké, de akkor ön mozgó szkeletont katonai kivitelbe. Ennyi. Ennyi, így is kell. Filmdetektor megőrítem. Mikor bíróságra mentem, a rendőrbácsi átküldött a kapun, lejátszottam a kicsit vele átmenetén. Mondtam meg neki, hogy fémezze vagyok, csúnyán nézett rám. És csak annyit mondott, hogy húzzak, ennyi. Ja, de várjál, belül van a csont? Mert akkor akkor te vagy a Terminátor, az endoskeleton, az nem exo. Én azt hittem, hogy ilyen Forrest Gumpos járókeret van a lábadon. De ha belül van a csont, akkor az endoskeleton, na, akkor örülhet a joke. Örülhet. Tönkretette amúgy is a szórakozáson, de örülhet a belső fémvázat. Nem tudom fölledezni. Nem lesz gamer robot a Foxconnból. Örülünk, Vincent? Örülünk? Nekem belül van, tessék, akkor a joke-nak lett igaza. Nehogy jól érezzük magunkat, és mondjuk földíszíthessünk valakit. Na, ennyi. Ennyi. Hihetetlen. Az embernek tönkreteszik itt a szórakozását. A Foxconn is. Miért nem kívül hordja a fémet? Kurva élet, komolyan. Olyan keveset kérek. Alap, akkor már jól érzem magam kicsit. Amúgy igen. Ennyi, legalább egy kis szórakozás legyen benne, ha már így robotizáltak. De hogy nem tudjuk megoldani, csak kicsit vagdalni kell. Hát amúgy meg ennyi. De látod, hogy nem lehet. Az ember nem szórakozhat felhőtlenül. Ne legyen már karácsonyfa. És hogyha 2023-ban, ha a Foxconn karácsonyfa akar lenni, akkor... Ha? Ne haragudjon már meg a világ. Ha a Foxconn igazi karácsonyfa akar lenni, akkor ki a joke ahhoz, hogy megtiltsa neki? Ó, kitartás, orkó, miért? Hogy elrontották a játékon az álmodozós játékot. De aztán meg a joke miért védi ennyire a Foxconn? Csak nem kialakult valami. Ajaj. Azért a bőr alatt világító ledek is ütnének. De látod, hogy nem lehet? Hát itt 10 év van. Emberi upgrade ügyi minisztérium van. 69 joke, 69 méltóságos bíró úr visszadobta. Álmodozni nem éri meg sajna. Hát figyelj, én azt mondom, hogy akkor az álompénzemet hadd költsem álomdolgokra, majd én tudom, hogy nekem megérje vagy sem. Foxconn 666 lehet upgrade-elni, ha kiveszik belőle a fémet, T100-ból T1000 lesz. Ja, hogy az szabad, értem. Tehát fölnyitni a Foxconnt és kivenni belőle a régi vas darabokat és újakat rakni, az szabad, de egy-két RGB LED az már... Értem. Sajnálom, hogy a satúcs az, hogy negatív felhangú megállapításában most nem tudok egyet érteni egyébként. Várjál, vó. Miért itt a satúcs nonol turbék? Ez nem az a csatorna, várjál, ne legyen itt olyan, hogy... És a satúcs álmodozni kell, már boncolna, már Foxconn nyitja föl saját magát. Már megvan a vezetéknek a helye, hol fog kijönni. A talpán jön ki, olyan lesz, hogy amikor rálép, akkor világít. Úgyhogy minden lépésnél világít egy kicsit, mint a gyerekeknek a kis cipője. Komolyan. Szóval egyébként ezzel a dologgal bajban vagyok egy kicsit, akkor beszéljünk másról. Hát ha megint le leszek tiltva, gondolkozni sem éri meg. Ne filozofálja, nem éri meg. Ja, hogy Foxconn is Joke ül a fán. Joke kinek mi, de mindig jó a valóság sajnos. Ja, persze. Szóval értem, jó, nem, várjál. Hát ez, hogy ugye volt egyszer nem régen, most egy tanmesét mondom. Egyszer régen, tessék, a legmellék utcába jövök, hol jön bazzani? Ez hihetetlen.
Szóval a következő a kérdés. Nemrég történt meg, hogy egy amerikai streamben a streamernek egy régi nézője újra fölbukkant. És kérdeztetél a streamer, hogy ó, 1000 éve nem láttalak, hol voltál? És a kedves néző közölte, hogy sajnálatos módon meghalt az anyukája, meg összejöttek neki a dolgok, úgyhogy így ezért nem tudott lenni, de most már itt van. Erre a streamer fogta, és 15 percen keresztül ekészte ezt a kedves nézőjét, hogy miért mond ilyeneket, miért kell itt izé bedobni a nagy szomorúságbombát, péntek este van, ők szórakozni akarnak, stb. Stb. És hogy nem kell ilyeneket mondani, mert hogy izé, mondhatta volna azt is, hogy szar voltak a dolgok, de minden rendben van, miért kell mindent kimondani, meg ilyenek. És így, érted, annyit nem mondott, hogy ó, nagyon sajnálom, vagy hasonló. Azt mondja, hogy igen. Pillanat, visszaolvasom. Joke, kinek mi? Azaz. Vegyünk Alice után, így van. Az úgy volt, igen. Már hiába is. Igen. Leőszültem az elmúlt egy hétbe. Van egy őszhajszálam. Ez melyik streamer? Nem tudom, hogy mi volt a neve, de nagyon utána persze szétszették a Twitter kommentelők, meg minden. Szóval és akkor utána én is automatikusan azon a gondolatom voltam, hogy hát elmegy a kurva anyjába, örüljön, hogy ilyen bizalmába fogadják az emberek, meg mit tudom én, és hogyha úgy van, akkor a streamer nyugodtan adhat támogatást is, mert nem úgy, hogy pénzbelit, hanem hogy jól van, mesélj, mi a helyzet, stb. Aztán jött a Satucsi asszony az én streamemre. Tényleg megy a tök, mindenki mondja a kellemes dolgokat, meg az álmodozás, meg minden, és akkor benyög egyet, hogy álmodozni szar. Ilyen ős emo módon. És akkor tényleg oda jutottam, hogy most erre mit reagáljak? Érezzek együtt vele, és mondjuk kérdezzem meg, mert amúgy érdekelne, hogy hol veszített el az álmodozásba vetett hitét, és vissza tudjuk-e neki hozni, hogy egy kicsit boldogabb legyen. Vagy esetleg valahogy inkább csak épp, hogy érintőlegesen foglalkozzak vele, és foglalkozzak azzal, hogy esetünkben mondjuk 17 másik ember, jó, a Joke-ot is leszámolom, mert önnek is nincsen kérzései, 16 másik ember meg éppen tök jól elbeszélgetett arról, miről álmodozik. Ugye? Szóval nehéz ez, mert nekem nincs azzal bajom. Én kifejezetten szeretem, hogyha valaki így a bizalmába fogad, hogy elmondja, hogy neki rossz. Csak valaki nem tudja ezt időzíteni. Meg nem tudom, tehát most már nem a Satucsi asszonyról beszélek, de hogy van, akit kifejezetten zavar, ha mások jól érzik magukat. És akkor bedobja a izét. Na várjál, azt mondja, ez melyik streamer? Nem tudom. Na, az a farok meg nálam is érzéketlenebb. Pedig azért ahhoz nagyon nagy faroknak kell lenni. Ari streamer lehet? Le is iratkoznék. Amúgy igen, szóval eléggé. De nehéz, nehéz. Én mondjuk alapjáraton abban vagyok, hogy akkor megállunk egy kicsit. Szerintem azért annyira nem tudja megölni a buli hangulatot, hogy ne foglalkozzunk vele, mert mindenkinek szüksége van arra, hogy valaki meghallgassa, és azért, mert valaki nem jó dolgot mond, hanem szomorút, ezért nem szabad kirekeszteni. Egyáltalán. Csak nem tudom. Meg lehet várni egy olyan folyamatát a streamnek, amikor itt nincsen időzítés, bármikor be lehet dobni a szomorúságbombát. Ugyanúgy, hogy a bármikor az jelentheti azt is, hogy jól időzítve. Tehát itt nincs kicenzúrázva, csak mondjuk lehet várni egy 5-10 percet, amíg lecsillapszik mások jókedve, és akkor utána tudunk beszélgetni szomorú dolgokról is, akármeddig. Jó, de vannak trollok, akik kamuból ilyet írnak. Az te vagy. Te vagy a troll már. Azt mondja, szar, bocsi, nem kell bocsátot kérni, de korán reggel ne rakja belém az ideget a Satucsi asszony a bocsánat kérésével. Háttérre meghatározza a jellemet. Jó, figyelj, én meg úgy vagyok vele, hogy mindenkinek van egy háttere, meg lehet alkalmazkodni egy nagyobb társasághoz, vagy kisebbhez, vagy kettő nagyobbhoz, érted, szóval, hogy mondom, nem arról van szó, hogy ne mondja, sőt, senki ne tartsa magába, hogyha szar neki, senki ne tartsa magába, úgy de lehet mindig jönni, nekem lehet mindig megírni nyugodtan, hogyha valakinek nagyon eltörött a mécses,
Úgyhogy csak mondom, nem mindig tudom, hogy hogyan, mikor és milyen módon reagáljak, amikor így megtöri a izét, mert nyilván nem ő választotta, vagy nem azok az emberek választják, hogy szomorúak legyenek, akik azok. Azt mondja, szerintem vannak olyan elmebeteg trollok, akik ilyenekkel provokálnak. Jó, rendben van, akkor remélem, hogy... Szóval, nem, bocsánat. Legyünk mindenkit elfogadóak. Akkor a Márkító azt mondja, hogy ő inkább, neki az az első gondolat. Tehát én inkább kidobsz valakit, és navazd meg. Szóval te inkább kidobsz valakit a csetedről, hogyha streamelsz, mert azt írta, hogy neki meghalt a nagypapája, vagy bárki, mint az, hogy mondjuk adjál neki két együttérző szót. Az nagyon jó, hogy te hogy egyből így kezeled az embereket. Te, pont te, aki az egyik legnagyobb troll vagy. Több csillagrendszerből is ki vagy már tiltva itt a Twitch-en. Nem kell megvédeni szerintem a Satucsi asszonyt. Álmodozni jó, meg ingyen van. Pontosan erről van szó. Elhagytam a fonalat. Biztos ott lesz a lakásba, ha csak nem vitted el sétálni. Nem ezt mondtam, de lehet ilyen is. És akkor mi van? És akkor mi van, ha... Figyelj, szerintem te tudod a legjobban, hogy milyen az, amikor valaki trollkodik, és még nem basszák meg azonnal szárazon. Jó van, tehát mi meg találkoztunk veled. Tényleg csak téged tudlak üzének felhozni. Példának. Szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, ez meg az van, és szomorú vagyok, akkor nem azt kell, igen, tényleg bizonyítsd, mutasd a hajzét, a halál bizonyítvány, nem tudom, mi annak a neve, temetési bizonyítványt, meg mindent, nem hiszünk neked, csak gecizel. Szóval nem sokkal könnyebb azt mondani, hogy jó, nagyon sajnálom, mi történt, mesélj, azt utána újra simán föl lehet venni a boldogság fonalat, meg az örömködés fonalat. Azt mondjuk, én inkább úgy mondanám, hogy az ember útja határozza meg az ember jellemét, nem a háttere. Láttam szegényt is nagyon szemétül viselkedni, de jó módot is láttam már nagyon empatikusan. Ennyi. És fordítva is volt már, hogy volt szegény, aki még a maradékot is odaadta, és volt gazdag, aki meg semmit nem tett, vagy nem tudom, nem segített. De hát most mit mondjak? Én nem mondhatom meg másoknak, hogy hogy gondolkoznak, én csak a magam hülyeségét tudom mondani. Jó, még menjünk egy kört. Azért annyira szar, hogy felszedték ezeket a padokat. De figyelj, megmondom, ez jó, csak én reagáltam rá. A Márkító az olyan, hogy nem egyből elhisz, hogy valakinek szarnapja van, hanem mindenki őt akarja széttrollkodni, ugye? Ugye? A paranoia, hogy találkozol egy magadhoz hasonlóval? Hajjaj, ugye, ugye? Visszajut a karma, meg minden. Mire mondta a Joke, hogy okés? Mert nem látom, hogy milyen smiley-kat írt oda. Durva, ja. Na jó van, hát semmi baj. Tudom, hogy nagyon erőködsz, hogy itt is valamiféle ellenszenvet kiváltsál, de az a baj, hogy itt ez egy ilyen kibaszott elfogadó stream, és neked is jut a hely az asztalnál, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy sajnálom, Márkitól lehet próbálkozni, de azt hiszem, hogy nyilván egyébként te is ki tudod bannoltatni magad innen, de egyelőre még a közelébe se jársz. Elég gyenge próbálkozásaid vannak. Aztán nekem kurva szar volt, amikor 18 évig fogyatékos tartottak engem, viszont kiálltam a világ ellen, hogy bebizonyítsam. Na tessék! Tehát lehet küzdeni is a melankólia ellen, meg magadhoz ölelni, meg fölhasználni, meg bátorságot meríteni belőle, meg minden. Mindenkinek van jobb és rosszabb napja, ahogy van érzékenyebb, meg érzéketlen napja is. Hát azért a Satucsi asszony gyakran beszokta dobni azt, hogy nézd, milyen aranyos kiskutya. A kiskutya azért szép bizonyos szarik. Jaj, nézd, milyen szép cica. A kutyák jobbak, mint a cicák. Szóval azért a Satucsi asszony gyakran tudja az ellentétet felhozni. Inkább arra kéne valahogy koncent. Na bazd meg! Milyen kár, nézzétek meg! Kár, hogy nem WC. Mekkora fogás lett volna? Mekkora fogás? Azt mondja Márkitó,
egy hátsó asztal, ahonnan be lehet dünnyögni. Úgy van, saját asztalod van. Így a falnak tolva, a szék is a fal felé néz, de a te asztalod. Oda van írva, foglalt Márkító részére. Ennyi. Egyik se jobb, mindegyik cuki. Azt mondja, ó, mi, ó. Lelőhetsz a lábam mellé, simizem a fejed. Na tessék, nézz oda. De nem a Joke-nak van külön asztala, ő a többiek külön, a Márkitónak. A Márkitót kell simizni, nem a Joke-ot. Nem vagyok fogyatékos, autista, annál inkább. Hát ez meg már néha nem is számít fogyatékosságnak. Amilyen zseniális dolgokra képesek a spektrum bizonyos részén lévő emberek. Én mondjuk pont nem vagyok olyan mentális állapotban, hogy zseni legyek. Ez szerintem már kiderült. Innentől kezdve a ti hibátok. Azt mondja, igen, egyik se jobb, mindegyik cuki. És attól csak, hogy teljesen más jellem a valóságban. Karakán és visszahúzódó, az nem ellentéte egymásnak a kettő? Szerintem itt adja ki magából, ami nyomasztja. Amúgy ezért van ez a csatorna. Itt ki lehet adni. Nézd meg, a Márkitót se bántja senki a méretei miatt. Azt mondja, Satucsi azt mondja, hogy Joke, nem, te se tudsz mindent, de köszi. Ó, repedés keletkezett az évszázados barátság az én oldalán. Egye fene, jöhet, tessék. Jöhet Márkitó, és a Kattuson az nem fukarkodik a fejsímikkel. Hát bazd meg, hogy erre nem hiszem el, komolyan. Egyébként nem hiszem el, hogy nincs egy olyan hely, bazd meg, ezben a kurva városban, ahol rajtam kívül nincs más. Hát megőrülök már. Rohadt életbe, kibaszott reggeliség. Nyugodt vagyok. Azt mondja, sziasztok, szevasz, orkony, hogy hová a nagy járkálás? Tönkre főleg. Jó reggelt, ugye vigyázol az egyetlen gyűrűre, nehogy a nazgolok elvég. Műs oda, csicskalángost kap a nazgol, aztán utána elveszem a lidert, vagy mi az Isten itt azt a szörnyetegét. Azt már mentünk is. Karakán is visszahúzódó, azt hogyan, ugye? Én is ezt mondom. Itt valami hiba került a izébe. Biztos a Joke trombózist kapott ettől az egésztől. Tudjátok mit, hogyha jön a nozgul, akkor elkapom és kisorsoljuk a szörnyeteget alóla. És szia Pityesz, így van. Hi Markito, hello, szia, hello, szia mindenkinek, szia, háromszor is szia, itt még kiéregetésből se lehet megélni, nincs senki az utcán. De jó lenne, bazd meg. Jobbulást, így van, mindenkinek jobbulást, mindenkinek, aki túl jól van, annak egy kis rosszabbulást, mert ugye, na, ez is csak folyton jól van. Várjál, el kell mennem innen valahova, máshova, mert ez a hölgy itt rója a köröket. Nem tudna esetleg nagyobb kört menni? Nem. Nem bazd meg, itt futkározik. Hihetetlen, hogy vannak emberek, akik reggel kocognak. Ilyen egy hülyeséget. Itt kéne, ez egy játszótér volt régen, itt kellene lenni azoknak a kőpadoknak, amire le tudnánk ülni egyet trécselni. Azt mondja, vigyázz az entekre, a miénk már lassan darabolódik. Hát igen, ott már probléma volt, ott átalakult fává, ugye? Igen, Barbie Drossz, szia! Ha na fel kell, honnan tudjam, itt vagyok az utcán. Mit tudom én? Szerintem egyébként még nem. Szia Kiosi, szia Barbie, szia Pityesz, szia Satucsi asszony, szia Joke, szia mindenki, szia Lörkölök, csábító, hogy le stream snipe-oljalak. Gyere, stream snipe-olj le! Akkor indulj el, amikor sikerül kimondanom akadás nélkül. Jó. Üdv. Katuszámbaj, közel vagy? Kihez? Nem, ő Dréher. Azt hiszem, hogy sikerült fölébrednem. Satucsi asszony, fogsz van kérdés, az igen, mindenki, szia mindenki. Orko, Szabi mondott, kapcsolt, mindent fel is olvas. Mi? Így van, hát miért? Eddig is mindent felolvastam. Vagy a Foxconn most kapcsolta be a mikrofont. Aha, kb. 15 percet. Jó, mondjuk, hát igen. 100-es, amikor kell menni PAV 1-re, BP-re. Na, nézz oda. Az valami jogosítványos dolog, igaz? Ebből látszik, hogy nem értek a vezetéshez. Mert akkor reggeli sétát is autóból tolnánk.
Az a baj, hogy nem lehet leülni sehova. Ez borzalom egyébként. Ez rettenetesen nyomasztó. Úgyhogy azért ilyen unizgalmas a háttér, mert ide jöttem, de még egy kicsit maradok. Megkülönböztető jelzés használata miatt. Az igen. Akkor a fok, mi az a Katu szempály nem mondja, milyen gyorsan szokott vezetni. Nem, most itt vagyok Pesten, szóval közelebb. Ó, kék lámpa. Ja, oké. Okay. Úgyhogy a Márkitót, azt tudjuk, hol lakik. El lehet menni érte kék lámpával. Trollkodásért kapna egy izét. Egy megrovást. Nem szabad. Nem szabad. Na mindegy, szóval ezt az előzőt én nem azért a Satucsi asszonyt emeltem ki ebből a boldogság megszakításból. Egyébként a Joke-ot is mondhatnám, mert ő is benyögte a izét, hogy ne upgrade-elgessen fejbe a Foxconn exoskeletonját, holott nincs is neki. Nem ez az első, hogy így izé helyre rak engem, hogy mit szabad, meg mit nem. Mentős lesz, vagy rendőr, vagy tűzoltó. Nagy piros kocsival megoldható. Ennyi. Oda mész az a jó napot, Márkitó? Igen. A nagy izével, a slaggal lelocsolod, azt jó napot. Szóval itt igazából a jelenség, hogy ti mit gondoltok erről, mint akik ugye itt nézők, meg hallgatók, meg minden is, akkor megy egy... Hát ez hihetetlen. Azt mondja, megszoktam már. Én még annyira nem. Lefúj habbal, így van. Ez nem a habparti. És rám rak egy cseresznyit. Így van. Az még a legjobb, ha a cseresznyét rak rád, és nem megtíbegel. Engem ne vegyél komolyan. Csak annyira, mint önmagamat. Úgyhogy már is bajban vagy. Az pedig majd a következő adásból derül ki, hogy mennyire vagy bajban. Nem, tudom én. Nem, egyébként, hogy mondjam, tehát a Joke-kal, meg a Márkitóval kapcsolatban ott megy az oda-vissza csípkelódás. A Satucsi asszonynál őt komolyabban veszem, bármilyen meglepő, ha lehet röhögni, de a Satucsi asszonyt komolyabban veszem, de akkor már legyen szíves, várjál most, bassz meg, nem hiszem el, öcsém. Mindenhol ott vannak. Hát bassz meg, nem lehet úgy elmenni egy kibaszott mellékutcába, hogy ne legyen zsípvásár belőle 5 perc. Tudjátok ez milyen? Amikor találtok végre valahol egy darab üres pénzautomatát, hogy nem állott sor, meg végre iszi, oda visz, hozzáérinted a kártyádat, és már 5-en állnak mögötted. Hát az meg, ezt nem hiszem el. Vagy a boltba. Végre elmennek attól a polcról, ahonnan le akarod venni ezt az egy darab kis kurva joghurtot, amit meg akarsz venni. Na nyúszod, és már 3-an állnak mögötted, és nem hagynak. Hát az meg, ezt nem hiszem el. Igen, szóval azt akartam mondani, hogy a Satucsi azt, hogy ne csak izé tönkre tegye másoknak a boldogság beszédét, hanem hogyha ő azt mondja, hogy nem szeret álmodozni, meg nem éri meg, akkor fejtse ki. Mondja el, hogy miért nem. Nagyon szívesen elbeszélgetünk vele arról, hogy miért nem szeret álmodozni. Úgyhogy ne csak annyi legyen, hogy izé egy ilyen rendőrkanyarra megfordítja a hangulatot, hanem akkor beszélgessük, mert biztos komoly oka van. Azt mondja, és igen, a cseresznyét engem ne vegyél komolyan, majd Fox eldönti, mit kell fejleszteni, de kis plusz energia nem ártana bele így is. Eléggé pörög. Na, ugye itt van a szerelmi háromszög, a Foxconn, a Satucsi és a Joke között. Minden irányba szeret mindenki, és védelmez mindenkit, úgyhogy látod, már a Satucsi egy fokkal lájtosabban védte be a Foxconn. Foxconn, mekkora rajongótáborod van? Vigyázz! Azért az igen. Szia, Satucsi, igen, Satucsi, ez engem komolyan, bármilyen hihetetlen, igen. A pénzautomata az te vagy, attól függ, honnan nézzük. Ja, hogy a fasz melyik oldalán állok? Az utca végéről kiabál egy pasi, hogy elnézést, uram, nem tudna? Igen, én meg 2 lépést szaladok, és elesek azonnal. Azt mondtam pontosan, hogy nem éri meg, mert mindig arcon csap a valóság sajnos, de lehet csak nálam van így. Nem, a valóság mindenkit arcon csap, de ez nem kell, hogy az álmodozás rovására menjen, mert hogyha az ember 100%-osan megéli és megtapasztalja a szörnyű valóságot, akkor megrövidíti az életét. Én ezt mondanám.
Úgyhogy, bár nem akarom megmondani se tudsz azt, hogy hogy gondolkozzon, azt hittem, hogy valami traumás élmény vagy ilyesmi. Hát ez bazánk nem hiszem el. Oh, szörnyű ez a környék. Már ez a környék se a régi. Hát megőrülök. Jó, mert letörtem az álmait, mert mindenre várni kell, és nem szeret várni. Értem. De legalább akkor tudunk, van egy fokkal közelebb vagyunk a megfejtéshez. Ajaj, most már pártot is indíthatok. Így a saját országot, a saját vallást. A foxconisták. Bár a 666-os szám már foglalt. Azt a satucsi azt, hogy attól függ, miről álmodozol. Sok minden irreális dolgot dédelgetnek, de sok esetben csak az energiabefektetési akarat választ el minket az álmoktól. Mit hatra gombalból lenne egy idézet? Szerintem a satucsi asszonynak nincsenek olyan elrugaszkodott álmai, mint nekem, hogy egyszer szupercsillagharcos leszek, meg ilyenek, vagy gondolattal tudok irányítani dolgokat. Úgyhogy szerintem nem verseny, hogy kinek vannak szarabb álmai, de azért na, csókosaim jól járnak, majd ennyi. Mr. Lord Foxconn. Soha senki nem mondta még, hogy komolyan vesz, satucsit kivéve. Na már majd meg izé kihagyott egy lépést a szívem. Hogy még a Satoshi se? Ugyan. Jó reggelt, Pityesz. Pityesz a korán bölcselkedő. Látjátok? A Pityesz egy teljesen dragonbal közeli izét mondott, idézetet, vagy bölcseletet, az is megdobogtatta a szíveme. Nehogy megőrülj. Azzal sincs semmi baj egyébként. Nem teljesen, mert nincs mindenkinek mindenre lehetősége. Van, aki évekig küzd, de nem éri el a célját. Mert nem az a célod, hogy jó legyél hű társad oldalán, hanem neked javak kellenek. Látod? Ilyenek valóban nincsenek. Na, köszönöm, nyertem. Satucs, az a lehetőség mindenkinek áll, csak meg kell keresni a kapcsolódást. Sokan ezt sem teszik meg. Igen, mert tudod, hogy miért? Talán. Mert hihetetlennek tűnik. Hihetetlennek tűnik, hogy amit mondjuk filmben, vagy a híradóban látsz, vagy az Instagramon látsz, hogy valakinek összejött, valamiért úgy van kódolva az ember, vagy csak a magyarok, vagy én nem tudom, a mikorosztályunk, vagy nem tudom, hogy áll nekem ez úgyse. És ez már is leszabályozza a törekvéseket. Tehát ilyen nem tudom, ilyen csakra megnyitogatás, hogy a fasz tudja, mi kell ahhoz, hogy az ember elhiggye magáról, hogy neki is sikerülhet. Túl nagy feladatnak tekintik, igen, pedig lehet csak egy kapcsolaton múlik az egész, ugye? Figyelj, ilyen valaki tuti, erre jön. Nem erre jön, jól van. Szia, retrokedő, jó reggelt, így van. És egyébként tudjátok, mi a legszörnyűbb ebben? Amikor józan paraszt észel, föl is fogod, hogy ilyen vagy. Tehát én nagyon jól tudom, hogy engem a félelmeim és a belső gátjaim bizonyos dolgok, tehát tudom, hogy működnek a dolgok, csak nem tudom meglépni azt a lépést, ami kéne. Ez sem mindenre igaz, például tessék, Satucsi asszony most nem írogat be vicceket és rengeteg smiley-t, hogy Szabika felolvassa, Satucsi asszony most ellenkező üzemmódba kapcsolt. Egészség, ott hiába küzdesz, nem tudja, hogy fog sikerülni. Ha most megint arról van szó, hogy a Satucsi asszonynál a gyermekáldás ugye nem opció, akkor erre vannak kisegítő lehetőségek, ugye? Tehát, hogyha az anyai pozíció az, ami hiányzik, és mondjuk tud engedni abból, hogy ez a természet rendje szerint menjen, akkor van opció. Hoppá! Ebben a uram, bátyám rendszerben én nem hiszek, hogy a csoda segít. De mi számít csodának? A csoda az, hogy például egyik nap fölkelsz, és azt mondta, hogy igenis, már pedig rámerek írni arra az ismerősömre, aki ismeri azt a valakit. Ennyi. Például lehet, hogy engem ilyesmi választ el, hogy nem hála istenkedek, meg nem fosok szívességet kérni, hanem egyszer tényleg a megfelelő embertől kérek egy szívességet. Ez már nálam például csoda lenne. Azt a satucs az, hogy az van, hogy mindenre van egy negatív reakciód. Szépen leírja a működésed, de sajnos nem építéged. Így van. Egyszer. Na de tessék! A mai csoda az legyen, kiadom a Satucsi asszonynak a feladatot, 8 óra 14 van, délig ne ellenkezzen. Délig fogadj el, hogy van jó dolog is. Én ezt mondanám. Itt van, tessék. Mától a reggeli sétának az lesz a címe, hogy panelbölcseletek. Itt a panelházak tövében a szép, árnyékos, kellemes reggelben megváltjuk valakinek a
lelki világát. Azt mondja, várjál. Igen, már az is csoda, ha valaki segít egy munkahelye, de igen, egyébként igen, mert mindenki félti a kis tyúkszaros pozícióját, de tessék, na ez a csoda, de van, aki segít. Van, hidd el. Két olyan csajt ismerek, akinek azt mondták, nem lehet gyereke, mindkettőnek van saját. Na, ezt is lehet csodának nevezni, vagy a biológia megviccelte pozitívan az érintetteket, szóval azért mondom. Na ez jó, mindenki a csodára vár, és igazán egy fogalom, amit még meghatározni se lehet, és pont ezért nem jön létre. Hát igen. Illetve el kell fogadni azt, hogy mindenkinek mást jelent a csoda. Tehát a csoda az csak egy összefoglaló név, és nem határoz meg semmit, semmi konkrétat. A csoda az mindenkinek személyre szabottan az a dolog, ami segítené az előrehaladását, csak nem teszi meg. Na, tessék, hú, ez már megtekerte. A Satuzsi azt mondja, én a helyedben még ütném a vasat, így-így. A meddőségi központ elég jó, de nem akarom felhozni a témát, csak már le akartam írni többször, és teljesen ingyenes minden. Biztos vagyok benne, hogy Satuzsi azt, hogy erre is tud valami, de hát az nem jó, mert ott faszkalap volt a recepciós, meg minden. Az a baj, hogy mind tudjuk, hogy Satuzsi azt, hogy milyen kifogásai vannak, és csak segíteni akarunk. Ja, itt is egymás után három ment el. Kész csók. Három mi ment el? Csoda? Segítsd magadon, gyermekem, és Isten is megsegít. Így van. Egy néha, heti egyszer tartozol magadnak annyival, hogy nem teszed tönkre a saját jó kedvedet. De komolyan. Tudom. Én lettem az új Szabó Péter. Szabó Orkó vagyok. Coach. Meg minden. Ha én coach lennék, akkor egy nagy kanapé lenne a logom, hogy coach. Satuzsi azt, hogy hallgass Barbie Dolls-ra, inkább... Menjél el a kurványa. Legalább nem pasik, akik hülyeséget beszél. Így van. Mi úgyse tudunk semmit. Én tudok olyat is, akinek kályhacső lett a seglukat, de kapott érte egy kocsmát. Jó van. Szegény, ne foglalkozzatok a Márkitóval, ő hátrányosan megkülönböztetett. Azt mondja, hogy Márkitó ilyen is van. Igen, az nem tudom, mennyiben függ össze például a gyerek kérdése, hogy valaki egy análért kapott egy kocsmát, de... És hogy megy az üzlet, Márkitó? Azt a fogszon, én nem szeretem a csodákat, mert az túl drágán kell megfizetni. Hát igen, ezt már mondtam én is, hogy ami ingyen van, az a legdrágább a világon. De hát most, baszki, le is lehet kucorodni és éhen halni egyszer csak. Ja, ezt csak általánosságban írtam. Itt konkrétumok mennek, gyerekek, reggel 8 óra 17-kor világmegváltások van. Azt nem család pénzt ennyi hívják. Mit csináltunk? Orkó, pont a kifogás a legnagyobb gátja a bármi történésnek. Én ezt nagyon jól tudom. Nem igaz, mert... barátnőm hívott autó elől, mentett egy kutyus. Gyors, elkérte az ébrendezt... Itt elment az adás. Jól van, szerintem akkor hagyjuk a komoly beszédet, mert a Satuzsi asszonynak már a mentett kutya a lényeg, nem az, hogy itt segíteni akartunk. Köszönjük szépen, én kiadtam a feladat neki, hogy délig ne legyen negatív. Szerintem már most mondta, de negatív leszek, mert ez csak úgy jó. Jó, már kontinuál 2 éve teljesen ingyenes összes vizsgálat és gyógyszerek, 5 inszemináció és 6 lombik páronként. Ide pont másfél hónapon belül kapsz, ha telefonálsz, úgyhogy csak előre hidd el, ez történjen, valahol semmi sem esély, vagy gyerekre ennyi. De már hagyjad, már nem fontos, hogy itt mi beáldozzuk a reggelünket Satuzsi asszonyért, ennyi. Gondoltam, ellövi ezt a point, figyelj, azonnal. Márkitó tágságjukára bármikor ráfűzök egy point. Csak bele ne ejtsem, mert az Istenben nem találjuk meg többet. Tessék, a joke elismerő volt. Akiket én ismerek, ott természetes volt, nem csoda. Na akkor kinél süt a nap? Márkitónak oda is besüt a nap, látom? Azt mondja, na igen, csodákba én se, én az emberekbe hiszek, hogy tudnak még jók is lenni. Ez a legnagyobb csoda a világon, csak mondanám. Hiába vannak negatív tapasztalataim.
Ja, hát inkább a doki is teszt legyen negatív, hogy ne találjon semmit. Azért írtam, mert nem hallottalak titeket eddig. De jó, baszd. Satucsi asszonynak megváltottuk a lelki világát, írtunk és mondtunk mindenfélét, egy ember nem vett részt a beszélgetésben, Satucsi asszony. Hát akkor igen, mondjuk persze, az én hibám, hogy azt gondoltam, hogy akivel és ről beszélgetünk, az így itt van. Hát akkor én befejeztem. Kong benne, amíg leesik. Igen, tudod, oda tartod a füledet, hogy mikor kuttyan egyet. Igen, azt mondja, itt nem tudom, a neon csövek árnyékában. Itt süt a nap, ott a napsütős rész. Ott égek szénné, ha kimegyek. Jó, azt mondja, próbálok egy kicsit mászkálni, hogy itt ne zavarjam a helyieket. De aztán most már rassan leteszem, jó? Azt mondja, itt nem tudom, igen, azt mondja, a Jogsat úgy, hogy megjegyzem, akármilyen hihetetlen, mindig az történik, amivel foglalkozol, aki például attól fél, hogy elvágja a kezét, az el is fogja vágni. Tehát a Jogsat úgy, hogy arra vágyott, hogy elüssenek egy kutyát a barátnőjék, vagy mi? Vagy most nem tudom. Na, megyek. A Márkitó teszi a legjobban, szerintem én is megyek. Tudom, hogy még nem tud leülni, de kellemes leülést. És jó kocsmázást. Sajnosan ez a csoda egy fogalom, engedd el, fogalmazd meg, mit akarsz elérni, és kezd el keresni a megoldást, és csak akkor add fel, ha már tényleg minden próba elfogyott. Bocsi. Megszoktam, én meg ezt szoktam meg. Barbi Doz, egyébként folyamatban van a teljes kivizsgálás. Na, legalább ez egy pozitívum. És a végére értem a chatnek, úgyhogy így, hogy a Satucsi asszony se kíváncsi arra, hogy éppen segíteni próbálunk. Na, ennyi. Tessék. Csoda lett volna, hogyha az erőfeszítéseink értő fülekre találnak. Hajrá, Márkitó! Sok vendéget kívánunk, és a Kályhacső nevű kis kocsmába. Ez belsős poén, csak a törzs vendégek ismerik. Satucsi asszony, ez a dokik a 80%-osnek ved, ne 100-nak. Jaj! Én annyira együttérző és megértő vagyok, de ez a... Fú! Sajnos nem arra nincs idegzetem, hogy reggel 8.21-kor megint elkezdjek az orvostudományról vitázni. Úgyhogy én ezt most itt rátok hagyom. Innentől mindenki oldja meg magának, mert az is egy csoda, ha valaki tudja, hogy hol kell kiszállni egy teljesen okafogyott... hogy ne kezdjük újra ezt? Na mindegy. A meddőségbe menjetek vizsgálatra, ott... Hát ez nem tudom, hogy mit jelent... Szarabb, jobban. Miért csillagozta ki a jobbot? Nálatok is ki csillagozta? Jobban értenek ehhez, mint minden TB alapon megy. Rengeteg oka lehet a 90%-ú gyógyszerre javítható. Igen, érdekes, hogy a jó az miért van kicsillagozva, és miért 3 csillaggal. Mit írhatott oda a Barbidóz? Milyen csúnya dolgot írt oda? Az igen. Ja, lehet, hogy Linknek érzékelte. Mi ez itt az Elda? Barbie egyelőre van más gond is előtte, de utána járok, köszi. Na, én is húzok programozni, készül az új macska játék, és utána jön a orkot. Akkor nekem meg animációt kell hozzá készíteni. Lehet, most végre rendesen megcsinálom. Na, izgalmas. Majd megyünk tesztelni. Szerintem csak egy pont volt a szó között. Lehet. Jobb az, azt írta. Orko a dokik is tévedhetnek. Elnézhetnek valamit, vagy valami nem vesznek figyelembe. Amúgy, basszus, megint bocsánatot kérek, igazad van. Egyébként én ezért nem szeretek orvoshoz járni, én nem a tudásukban nem bízom, hanem hogy ótvaros paraszt az összes. Faszában tudják, az is lehet, hogy az volt, de nincsen a káromkodás kitiltva a csetről. Azt mondja, hogy mi? Hajrá, rengeteg a lehetőség, ide ki kell tartani. Így van, ez egy gyönyörű, ja, nem ez a végszó. Hogy? Mi? Mi történt? Nem, sajnos az a baj, hogy igen, én is azért megfeledkezek magamról, hogy ne 100%-osan a magam hülyeségét mondjam, hanem figyelembe vegyek másokat. Ugye én orvos családból származom. Nekem stetoszkóp volt a jelem az óvodában, úgyhogy én történész vagyok, egy kicsit másképp látom ezeket a dolgokat. Ugye? Járni kell a Pityes streamjére, amikor van, és akkor tudnánk, mi az a macskajáték. Érezd magad leszítva. Viszont gyerekek, lekapcsolom, mert most már elhangzott itt minden mára, és még nincsen 8:30 se.
Úgyhogy mindenkinek Satucsi azt, hogy ne felejts el, hogy délig nem lehet negatív, csak öröm és pozitívság lehet. Örüljön mindennek, és remélem, hogy ma már 5-kor tudok. Leszek olyan állapotban, hogy tudjak kezdeni. Ja, hogy ezért nem tudod, ugye? Ugye? Ne légy negatív. Sajnálom, az a baj, hogy a múltkor is ez volt a baj, hogy túl nagy volt a sét, a túl hosszú volt és megerőltető. Úgyhogy most próbálom kimélni magam. Úgyhogy köszönöm szépen megint a világ megváltást. Szeretek ilyenekről beszélgetni. Meg örülök neki, hogy így azért minden negatívum és csodátlanság ellenére korán reggel meg tudjuk mozgatni az agyunkat. Úgyhogy tényleg legyen, egyébként az indokolatlanul idegesítően pozitív hozzáállást sem bírom, attól meg hány ingerem van. Tehát valahogy a realitások talaján, így nem tudom, mindenki csinálja, hogy akarja. Na, nem te, hanem Satucsi azt, hogy ne legyen negatív, senki ne legyen negatív, én azt mondom. Mindenki legyen pozitív, mindenki menjen át a Pityeshez, meg a Jokehoz bekövetni őket. Meg mindenki, aki streamer, az írja be, hogy streamelek, és menjetek bekövetni őket. Én meg leteszem most. Aztán majd újra hívlak. Hanyas vagy, te szemét! Vigyázzatok magatokra, mosolyt az arcra, így van, kezeket a paplan fölé ilyenek a csajok. Mindenki legyen mindig papírzsebkendő, meg popsitörlő. És ne felejtsétek el bekövetni ezt a nyomit. Ez a legszebb végszó. Úgyhogy sziasztok!